Az iskolában feladatomat pontosan elvégzem. Ha nem is biztos, hogy ez mindig így lesz, az igen, hogy az elsőség fogadalomtétele állandó eleme a Széchenyisek ünnepének. A legnagyobb magyar születésnapján rendezi meg az iskola azt az ünnepséget, melyen megemlékeznek névadójukról, meghallgatják a kicsik fogadalmát, és átadják a Széchenyi díjat. Hagyományosan őrizzük a Széchenyi István általános iskola nevet idézőjelbe. Ismerjék hazánk nagyságának múltját, milyen példaképként állíthatjuk a gyerekek elé, legyenek tisztában azzal, hogy itt a hagyomány szerint mindig koszorúzunk, hogy van egy szobrunk, van egy Széchenyi díjazott tanulónk, legyen ez példakép az iskola valamennyi tanulójának, hogy érdemes másokért dolgozni, az iskola hírnevét örökbíteni. Minden évben próbáljuk a diákok és a tanárok közös jelöltjét felemelni. Hál' Istennek az idén is három ilyen diák volt, és olyan diák nyerte el, aki közszereplő volt a tanulók között. Ez nagyon ritkán fordul elő, hogy a tanár és a diák valakit teljesen más értékrend szerint szeretne kiemelni a tömegből, úgyhogy ez az idei díjazottunk elismerést kapott a diáktársaitól, úgyhogy szerintem még lehet, hogy újongani is fognak a gyerekek. 1984-ben alapította az iskola a díjat, melyet minden esztendőben a megelőző év kiemelkedően teljesítő 8. osztályosa kaphat meg. Marcsák Máté 2019-ben végzett a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola 8. C osztályában. 8 éven keresztül jó tanuló volt, közel kitűnő eredménnyel zárta a tanéveket. Társai szerették, jó közösségi embernek ismerték meg. Sokuknak segített a tanulásban és egyéb területen is. Ritkán adódik ilyen alkalom, hogy az embernek ilyen tehetséges tanítványa van, és ezért nekünk az a dolgunk, hogy segítsük a munkáját, tanulását, továbbjutását be a középiskolába. Máténál már nagyon korán kialakult ez a zenei tehetség, és hát ugye zeneiskolába járt, segítettük a munkáját abban, hogy szabaddá tettünk különböző órákat, hogy tudjon menni gyakorolni, illetve hát az osztályban, osztályközösség is segítette. Máté egy nagyon szerény gyerek, és különösebben nem, tehát nem nagyképű, nagyon szerény, és nagyon jó volt a kapcsolat a tanáraival és az osztálytársaival is. A díjazott valóban szerény mosolyjal az arcán vette tudomásul a sikert. Ez a díj nekem nagyon sokat jelent. Én nagyon örülök ennek a nagyon rangos elismerésnek. Én nagyon akartam ezt a díjat, és hát nagyon sokan mondták, hogy meg is érdemlem. Nem számítottam rá, hogy én fogom megnyerni ezt az elismerést, de nagyon örülök neki, és köszönöm. A hagyományoknak megfelelően az iskola és a város vezetése megkoszorúzta a névadó Széchenyi István szobrát.